premier van. Meghalok, nagyon félek, nagyon. Szerintem jobban félek, mint azok a nézők, akiket pillanatokon belül ki fogok választani, hogy játszanak velem. Mert hogy ez egy interaktív darab. És nem csak azok a nézők fognak játszani velem, akiket kiválasztok szereplőnek, hanem ezt a sok-sok cédulát, ezt ki fogom osztani. Elsimítja azt a határt, ami a nézőtér meg a színpad között van, tehát ezt a fajta kommunikációt, ezt a közvetlen beszélgetést már ugye az előtérben megkezdődik, így azt gondolom, hogy a nézők sokkal nyitottabban jönnek be. Megpróbál megnyugtatni őket, hogy ez attól, hogy mi most itt vagyunk este, nem egyenként vadidegen embereket szólítok fel, ez egy ilyen közösségi élmény. Egyszer csak úgy összekovácsolódunk egy baráti társaságát. Több szintje van a részvételnek. Van, aki csak cetlit olvas, valakinek nagyobb szerep jut. Egyiküket sem hagyom magára, tehát még olyan nem volt, hogy valaki egyszer csak azt érezte, hogy nem tudja, mi a dolga. Azt kérem tőle, ne csinálj semmit. Majdnem az egész nézőtérnek van a pillanat, hogy meg kell, hogy mozduljon. Maga a szituációs, ahogy én használom a nézőteret és a színpadot, az is fölborít egy csomó mindent, amihez igazodni kell. És én szeretem, hogy lemaradt és visszafordultam, ő már ott érdekel. Ahhoz ebben a darabban a nagyon különös, és azért gyönyörű szerintem, vagy okoz sokak számára katarzist, mert elképesztő erősek benne a váltások. Jaj, de imádom, hogy olyan szemérmes vagy. Nagyon csodás nézősereg jött össze, tényleg feszengenek a civilek ettől a helyzetből, de hát itt az előadáson megtapasztalhatják, hogy ez inkább olyan, mint egy közös játék. Tehát itt nincs kipécézve, aki senki sincs kellemetlen helyzetbe hozva, ez inkább egy ilyen közös társas játék. A rendező ember az mindig reméli, hogy sikerül szélsőséges érzelmeket kiváltani a nézőből, és bár ez a megszokottól egy eltérő műfaj, de azt gondolom, hogy talán pont emiatt még szélsőségesebben tudják megélni az örömöket, meg a bánatokat is. Szerintem nagyon jó így az egész, hogy meg van mozgatva a közönség, és mindenki be van vonva, kicsit be van vonva, nagyon be van vonva, tehát hogy ettől élő az egész, és nem egy ilyen nagyon régi színházas. Én nem tudtam, hogy ez interaktív lesz, ez meglepetés volt nekem. És én életemben először voltam interaktív színházi előadáson. Izgultam is egy kicsit, így ez több volt, mint színházi élmény. Én is legalább úgy izgultam, mint azok, akik mentek a színpadra. Azt tetszett a legjobban, hogy egyszerre volt olyan pillanat, amikor sírni is tudtam volna, meg nevetni is. Én nagyon élveztem a színpadi létet is, meg az előadást is, ahogy lenyűgözte az embereket. Az, hogy szellemileg így végigcsinálni, és voltak olyan pillanatok, amit sajnos még a közösség nem mindig vett észre, olyan apróbb játékok, amik 20 méterről átjöttek, hogy nagyon oda kell figyelni. Nagyon nagy színésznő. Nagyon-nagyon tetszett a darab, és hát nem tudnék egy dolgot kiemelni, nem tudom, az egész önmagában Lia zseniális, és ez az a darab, amire újra beülnék. Nekem még nem volt ilyen színház élményem, ahogy lement a fény, és megszólalt a taps, és följött a fény, és gyakorlatilag az emberek elkezdtek sorban egymás után felállni, és az egész nézőtér egyéntetően állva tapsolni. Ez annyira megdöbbentő élmény volt, hogy na ott például, ott tényleg majdnem elsírtam magam.